Hagyományosan minden év júniusában rekollekciót tartanak az Egri Főegyházmegye lelki pásztorai számára. Az idei háromnapos lelki gyakorlatot dr. Korzenszky Richárd bencés szerzetes, a Tihanyi Bencés apátság volt előjárója tartotta. Tulajdonképpen mindenkit kivétel nélkül, akár vallásos, akár nem vallásos, a létezés, a kérdései érdekelnek, ha komolyan veszi az életét. Egyáltalán mi végre vagyok a világon, miért születtem, miért halok meg, ha már megszülettem, miért most születtem, miért itt születtem, mikor lesz az életemnek értelme, akkor, hogyha bekebelezek mindent, vagy pedig tudok adni, ajándékozni, tudom-e ajándékként fogadni az életet, és ha lelkipásztor vagyok, akkor hozzá tudom-e segíteni a rám bizottakat ahhoz, hogy észrevegyék az élet ajándék. Különösen fontos, hogy a mai kor kihívásai között is egyértelmű iránymutatást adjon az egyház minden ember számára, használva a különböző médiumok, televízió, internetes felületek nyújtotta lehetőséget, hangsúlyozta a szerzetes. A lelki gyakorlat Bélapátfalván az apátsági templomban közös szentmisével zárul.